Brownról van szó, aki idén futott 20 másodpercet telibe, ezért üres lesz a négyes pálya. Ez egy picit szemre is sokkal kevésbé kellemes, mint hogyha át tudták volna variálni a pályabeosztást. Reese Prescott, egy 20 esztendős brit fiatalember, kezd a 8-ason, 20-57 az idei legjobbja. A 7-es pályán az a Csurandi Martina, aki 104. volt 10-15-tel, 200 méteren pedig olimpiai 5. 20-13-mal. A 7-os pályán az olimpiai 7. Alonso Edward, a világrangista vezető egyébként az allathletics.com szerint, korábbi VB ezüstérmes. Az 5-ös pályán Likurgos Stefanos Tsakonas, a görögök kiválósága, aki Amsterdamban és Rióban is ezüstérmes volt. A 4-es pályán ugye üres. A 3-ason az a Julian Forte, aki a jamaikai válogatón a 3. volt, de nem indulhatott az olimpián, hiszen Bolt kihagyta a válogatót, és őt utána tették be, úgyhogy ő kvázi Bolt miatt bukta az ötkörékás játékokat. Ezért viszont tudott pihenni azóta. A 2-esen James Ellington, aki inkább 100 méteren jeleskedett az idén, az 1-esen pedig az a Solomon Bokári, akit láttunk már egyszer 100-on egy órával ezelőtt, akkor 10.30-at futott, és lett 6. 200 egyébként 20.39. az idei legjobb, ami egyben az egyéni csúcsa is. Ezt Amsterdamon futotta, ahol egyébként 4. lett ezen a távon, épp hogy lemaradva a dobogóról az Európa bajnokságon még július első hetében tehát. Aaron Brown hiányzik a 4-es pályáról, így Bokari, Ellington, Forte, aztán Tsakonas, Edward, Martina és Prescott a 8-as pályán. Rutinjukat és a formájukat tekintve talán Edward és Martina az, akire érdemes lenne fogadni, de megkockáztatom, hogy a görög Tsakonas is viszonylag jó formában lesz. Amikor befordulnak a célegyenesbe, akkor Alonso Edward az, aki vezetés mellette Martina egy iszonyatos hajrába kezd a holland a 7-es pályán, olyannyira, hogy el is megy Edward mellett, és 19.83! Az igen! Csurandi Martina egyéni csúcsot fut! És holland csúcs egyébként nem mellesleg. De jó bemelegített azon a 100 méteren, 32 évesen Csurandi Martina. És ennél gyorsabban az idén csak LeSean Merritt, Justin Gatlin, Usain Bolt és André de Grasse futott. 81 ráadásul jön Jackie Delapierre, a versenyigazgató, és gratulál neki. Nagyon-nagyon jó eredmény a végére. Micsoda csattanó Csurandi Martinától. Az neki mindig megy, ahogy lejön arról a kanyarról, mint hogyha csúzliból lőnék ki, komolyan mondom. Itt elindul. Nézd meg, itt még Alonso Edward egy hajszállal előtte van. Na itt már nincs, és innentől nő a távolság. Ebben még az igazi ínyencek sem tudnak belekötni, ráadásul most szerintem vonalra sem lépett Martina. Jaj, ne is mondd, szegény. Az ő folyamatosan ezzel van neki a problémája, hogy különböző 200 méteres világversenyek döntőjén kizárják őt, akár Amsterdamban, akár Pekingben tették azt, folyamatosan rálép a vonalra, de olyan erővel közeledett itt a célvonal felé, hogy egy ilyen búvár szivattyúval segítettek volna rá, nagyon ott volt. Minden elszántságát beleadta, nagyon akarta ezt a győzelmet. Martin, holland csúcs, 19.81. Mondom, 5. legjobb idő a világon az idén, a 32 esztendőstől. 1%-ra van a valaha volt top 20-tól. 19.80-nal. De Grasse, Dwyer és Lemaitre.